Nem kell, nem kell. Nem kell. Nem kell. Jöhetsz így, ahogy vagy. Itt lesz a csapkám. Nem baj. Csak el ne szórd. Oda is mehettek föl. Leesett a teteje. Zsolti! Fiatalosan. Yeah.
A második világháború könyörtelen és embertelen eszközei megfosztották a zsidó hitközségek tagjait emberi nyugodtukból, családokat szakítottak szét, embereket tettek jogfosztottá, élőket voltakká. Az óriási veszteségek ellenére a háború után a visszatért zsidóság helyreállította a hitközséget, amely töretlen erővel tovább működött. 1950-ben fájós szívvel kellett tudomásul venni, hogy dr. Dohány József főrabbi elhagyta Kiskunhalast. Ettől kezdve nem volt, és a mai napig nincsen állandó szerződéssel rendelkezője rabbija Halasnak. Ez megnehezítette a közösség további működését, és napjainkban is gondot okoz. Az 1956-os események következtében sok halasi honfitársunk elhagyta városunkat, és így tovább csökken a már egyébként is megfogyatkozott létszámú hitvesség. A templom átalakítása 1961-ben történt meg, amelyet a zsinagóga 100 éves évfordulója életével kötöttek egy. 1993-ban a közös adatokással újból felújításra került a templom. Itt szeretnék megemlékezni azokról a családokról, azokról a nagy erődökről, akiknek jelenléte és tevékenysége a hitközség életében mindig meghatározó és kiemeltető értékű volt. Az ő emlékük ma is kényel hagyogja be a zsinagóga épületét. Nagy tisztelettel említettünk el most többek között az Ádám,